Hatalmas fa dőlt erre az autóra a hétvégi viharos időjárás következtében Gerjenben. De nem csak Tolna megyében okozott károkat a viharos időjárás. Az aszályos időszakot követően még Szalkszent Mártonon és Kapos Homokon is segítséget nyújtottak a Dombovár és a Paksi hivatásos tűzoltók, ahol avar és gazéget mindkét esetben. A viharos, szeles időjárás miatt azonban leggyakrabban műszaki mentéseknél volt szükség a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóegységek beavatkozásaira. Nagy szok olyan például egy villámcsapás következtében egy fa, valamint annak környezete gyulladt ki még pénteken, Tamásiban egy személygépermű alja is kigyulladt, itt is el kellett oltani a Tamási önkormányzati tűzoltóknak az ott károkat vagy tüzet, és a műszaki mentéseket, illetően pedig még a legnagyobb számot pedig a különböző uh, viharos szeles időjárásnak következtében kialakult kidőlt fák okozták. Fák dőltek lakóházak tetejére, gépjárműre, valamint több helyen a forgalmat akadályozták, vagy bénították meg teljes egészében. Gerjemben a Gebhárt utcában, valamint a Hunyadi utcában egy gépjárműre, valamint egy lakóháznak a híjazatára, tehát a híjazatára dölt ki egy fa, egy dió, valamint egy fenyőfát kellett eltávolítani a szexuális hivatásos, valamint a fa dió önkéntes tűzoltóknak. Tónában is akadt dolga, itt például szombaton, egy lovastanya mellett a Pali utcához közel, egy nagy jegenyefa dölt ki, ez egy villanyoszlopot, valamint egy kerítést is magával vitt, itt megint csak a tónai önkormányzati tűzoltók szabadították fel ismételten ezt utat, motoros láncfűrész, valamint egyéb eszközök segítségével. A hasonló káresetek elkerülése érdekében a házunk portán környezetében lévő fákat érdemes megvizsgálni, és amelyiken azt látjuk, hogy kor hat szárazak az ágai, egy szakember segítségével meg lehet csonkítani, illetve ki lehet dönteni. Így megóvhatjuk vagyontárgyainkat a viharos időjárás okozta sérülésektől.